evangélium egy nagyon érdekes témát és egy hatalmas témát érint, ami mindannyiunknak az életébe, ima életére, hétköznapi életére hatással van, hatással lehet. Mégpedig az a fajta lelkület, amely nem képes egyszerűen arra reflektálni, mi történik bennem, mi van bennem. Mi az, ami az életemben, Istennel való kapcsolatomba akadályoz? Farizeusnak a lelkülete az, hogy folyamatosan az imádságában összehasonlítja magát másokkal. Örülök annak, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Ez egy hatalmas veszély mindannyiunk számára, amikor úgy gondoljuk, hogy valamiben nagyon jók vagyunk. Valami sikerült nekünk, a másiknak pedig nem sikerül. Szeretjük magunkat fölémelni a másik embernek. Egy ilyen életemben ilyen nagyon érdekes helyzet, amikor gyóntattam a papokot, és akkor hát mondta a kolléga gondjait, és akkor magamban mondtam, hogy fú, de szerencsétlen, azt a mindenit. Nem bír ennek ellenállni. Ilyet aztán ellent, borzasztó. Tehát így magamban. Hát én ehhez képest, fú, nagyon jó vagyok. Ilyen szuper. Hogy én ilyen jó vagyok. És ezt így nem mondtam ki, csak hogy úgy bennem volt. És akkor egyszer csak eljött a pillanat, amikor az én életemben is ugyanúgy az a téma előjött. És talán még mélyebbre süllyedtem, mint ő. És akkor ez úgy nem volt egy annyira jó érzés. Tehát, hogy persze, amikor valamiben biztonságosan vagyunk, és valami életünkben, hát hogy mondjam, olyan megvalósított és elért eredmény a lelki életben, akkor könnyen tarthatjuk magunkat különnek mások